Örömmel nyugtázta Sátoraljóhely város polgármestere Szamosvölgyi Péter, hogy a gyermekeinkért alapítvány hétvégén lezajlott támogatói estje, legfőképpen Sátoraljóhely és Sárospatak összefogásának köszönhető. Külön szeretném kiemelni azt az összefogást, ami Sátoraljóhely és Sárospatak, vagy Sárospatak és Sátoraljóhely között megvalósult. Ennek az elképzelésének a megvalósulása érdekében, hiszen a 8-kor színház lépett föl, a fő első attrakció az övék volt, aztán persze a helyi két program is nagyon jól sikerült, nagyon-nagyon nagy sikert arattak. Itt volt a polgármester úr Sárospatakról, képviseltették magukat, tehát én azt hiszem, hogy ilyenkor mutatkozik meg, hogy a jó cél érdekében település és település, önkormányzat és önkormányzat, és ember és ember között mindig megvan kell a kapcsolat. A rendezvényen közel 700 ezer forint támogatást sikerült összegyűjteni az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki, valamint a sátoraljóhelyi fiatalok közös táboroztatására. A legtöbb támogatást, úgy mint a tavalyi éve, ma is, most is Ignác András vállalkozótól kaptuk, 250 ezer forint értékben. Nagyon köszönjük neki is, és mindenkinek, annak a 200 nézőnek, aki jelen volt az eseményen, és mindazoknak, akik segítették ennek a programnak a megvalósulását, hiszen Óbecséről, Újvidékről, Erdélyből, Sóváradról, Borsiból, Felvidékről, és nem utolsó sorban Sátoraljóhelyből közösen táborozhatának a cél megvalósulása esetén Sátoraljóhelyben az innen érkezett fiatalok, és bizony megismernék egymás, barátságok szövődnének, illetve a magyar-magyar kapcsolatok is erősödhetnének. A táborba jelentkezni pályázat útján lehet.